angyal volt talán, megnyugvás hozott érzelmeim jarán. Előttük a semmiből a magán közepén, ott találtam magát a szívem küszöbén. Torz zenekart köszönhetjük itt a Hangpróba című műsorban. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Szia! Ugye ti 2019-ben alakultatok meg Miskolcon, és most írunk 2024-et. Mi történt az elmúlt 5 évben? Mik voltak a fő mérföldkövek a Torz zenekar életében? Hú, hát hol is kezdjük? Számomra először 2019-ben. Igen, 2019-ben. Hát végül is én körülbelül akkor léptem be, akkor már ez a formáció létezett. Csak hát más tagokkal, aztán így a 2019-23 alatt volt két tagcsere is, és hát voltak akasztó tényezők, mint például a Covid, egy bokatörés, meg ilyenek.
Úgyhogy így emiatt egy kicsit olyan döcögősen tudtunk haladni így a magánéleti dolgok miatt, de igazából hát eleinte, mert ahogy mindenki szokta kezdeni, így falunapokon elkezdtük így a haknizgatásokat, aztán próbálgatunk így nyújtózkodni, hogy ne csak Miskolc környékén, mert hát a zenekar fele miskolci, valamint van, hát bárhová szoktunk próbálni, úgyhogy eléggé ingázós a dolog is, így egy füst alatt, de inkább hát ilyen Kazincbarcika környékén szoktunk fellépni, úgymond, a környező településeken. Egyébként miért lett Torz a zenekar neve? Azt Richard tudja a legjobban. Ezt nem is fogjátok elmondani. Viszont igen, mégis csak van sztoria? Elvileg van, csak akkor én még nem voltam benne. De azt mesélték, hogy talán valami felvételt készítettetek a garázsban, és hogy hát kicsit túl lettek tolva a G-nek a csatornán, emiatt nagyon Torz lett a hangzás. Felvétel, hát mindegyikem csatornán volt egy ilyen digitális torzítás. Én is pont beteg voltam abban az időszakban, amikor ezt a nevet kitalálták, úgy mentem vissza a betegségre, hogy már Torz a nevük. Akkor végül is megszületett magától ez a név. Műfajilag ti azt mondtátok magatokról, hogy Turmix Metal zenekar. Ezt szoktuk mondani, hogy Turmix Metal. De miért pont ez, Turmix Metal? Ez Daninak a kedvenc kifejezése közülünk, mivel hogy így, hát igazából most így csak három számot játszottunk el, ami kicsit inkább közelítenek egymáshoz, viszont van akusztikus alapon működő dalunk is, meg hát eredetileg nem is ilyen ilyesmi stílusban indult el az egész, hanem kicsit inkább ilyen heavy metalos dologban, aztán abból próbálunk egy kicsit úgy durvítani még, és ez még folyamatosan történik, és emiatt így eléggé átívelő a műfajokon a témagyűjteményünk. És itt az interjú előtt mi már beszélgettünk egy pár szót, és mondtam, hogy meg fogok kérdezni egy eseményt. 2022 Kazincbarcika. Igen, és igen. És egy zenekarnév még hozzá, Kovalszky meg a Vega. Na, meséljetek. Igen. Hát erről pont Dani tudna a legtöbbet mesélni, mert ő intézte az egészet. Figyelj, tulajdonképpen miért ti ketten ültetek be ide, hogyha amúgy mindenre Dani tudna válaszolni? Hát nem minden, hogy közösen tudnék, de... Már jó a tájszomlásra. Igen, hát igen, nagy szerencség volt azzal, hogy Kovályék előtt játszottunk. Szerencsére jó létszámmal volt közönségünk is. Úgy lehet, hogy Kovályék miatt leginkább, de azért mi is kivettük a részünket. De muszáj volt meghallgatniuk, úgyhogy... És igen, hát az egy nagy mérfőkő volt a zenekarnak. Hogyan születnek meg a dalok? Ez minden zenekarnál teljesen más. Van, ahol előbb dalszöveg, az is közösen, van, ahol előbb maga a zene születik meg. Nálatok hogy van? Hát ebben is megnyilvánul a Turmix szó, mert tulajdonképpen vannak olyan dalok, ami már volt tagunk írta és szerezte a dalszöveget, illetve vannak olyan dolog, amit Ricsi ír, van két akusztikus dolog, amit én írtam, és akkor így, hát így szétoszlik, meg közösen összepróbáljuk, és valamit kihozunk belőle. De akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a csapatkohézió az tök jól működik, hogyha így meg tudnak születni a dalok. Szerencsére jól működik, igen. Hát az mindenképp, most is dolgozunk egy ilyen, hát a zsűri most egy kicsit morcosan nézze ránk, mert elég komplexnek induló szám. És hát ott is igazából mindenkinek a véleményét ki szoktuk kérni, mert elküldözgetjük egymásnak a demókat, hogy ez így jó lesz, stb. Dobosunk esetleg mondja, hogy de kéne egy ilyen, esetleg egy kiállás, és akkor ő ezt meg azt játszaná, feldobolja nekünk webkamerán keresztül, vagy éppen ahogy tudja. Azt szépen digitálisan lepötyögöm, de igazából ugye a zeneszerzés részért én szoktam felelni, mármint az instrumentális szekciókért. A dalszöveg az viszont az van Dani tollából, Tomiéból is, az enyémből is, úgyhogy azt úgy kevergetjük folyamatosan, ezért is egy kicsit turmixos a téma miatt. Amúgy turmixosan, igen, már csak egyetlen kérdésem van hozzátok, hogyha 10 év múlva valahol találkoznánk és leülnénk ugyanígy egy interjúra, akkor miről tudnánk beszélgetni, mi fog a következő 10 évben történni a zenekarral? Hát, ha maradnak a sejteim, akkor még lehet, hogy kettő marad, akkor Tisztsébe, te majd tetsz, mert te majd kultább, tehát
De remélhetőleg nem így lesz, mert hát azért nem. Van egy terveink, nyilván létre akarjuk hozni az első lemezünket is, amire írjuk folyamatosan a dalainkat, meg már lenne a tulajdonképpen a fele, vagy a háromnegyede meg lenne a albumnak, de dolgozunk rajta. Illetve hát mi szeretnénk minél több lehetőséget megragadni, hogy megmutassuk magunkat, fejlődjünk, hogy kritikákat halljunk és tovább fejlődjünk, szóval ez nekünk mind egy előre lépés. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.